Gurul, fordul, szlalomozik és még focizik is. Ilyen robotokat készítettek a 10-14 év közötti gyerekek a Digitális Tudásközpont megyei robotversenyére. Viszonylag pontosan lehet irányítani, és egy labdát be tud ülteni, úgyhogy így rámegy, és így tudja vezetni. Ez már Bökönyi Levente robotja. A 14 éves kamasz kedveli a matematikát és az informatikát, és azt mondja, beszippantotta a robotépítés. Szerinte a robottechnológia már most a mindennapok része, hiszen nem csak az autógyártásban, hanem például az egészségügyben is használják őket. Úgy végzik el a műtét, hát, hogy sokkal hamarabb begyógyul utána a seb, mondjuk, és ezáltal úgy tudják segíteni az emberiséget. A megyei versenyre 14 csapat érkezett, közülük 4 csapatot a Nyíregyházi Digitális Tudásközpont tanárai készítettek fel a versenyre. Az oktatók azt mondják, a robotépítő gyerekek zseniális aggyal rendelkeznek, és csak apróságokban kell nekik segíteni. Olyan problémákra szoktak megoldást találni, ami lehet, hogy nekünk eszünkbe se jut, mert a felnőttek másképp gondolkodnak, mint a gyerekek, és igazából abban kell segítséget nyújtani nekik, hogy hogyan működik egy fogaskerék áttétel, vagy hogyan kell csapágyazni egy tengelyt. A Digitális Tudásközpontban azt is elmondták, mit tanulnak a gyerekek egy ilyen verseny során. A technikai dolgokat, illetve a technológiai dolgokat, a programozást, a digitális ismereteket, de aki saját készítésű robottal készül, ők barkácsolnak, 3D nyomtatáshoz terveznek, kinyomtatjuk, lehet, hogy csak harmadszorra sikerül, akkor háromszor is kinyomtatjuk, de mindenképp sokat tanulnak. A digitális kompetenciák fejlesztése mindezek mellett már a jövő Magyarországáról szól. Ha nem is minden robotépítőből lesz majd tervezőmérnök, de remélhetőleg itt kedvet kapva egyre többen érdeklődnek majd a természettudományok és a digitalizáció iránt.